nem nagyon tudjuk fölmérni, hogy mennyien vannak. Ahol ők megjelennek, ott a pusztítás, a pusztulás és a rombolás és a rettegés jelenik meg. És két lehetőség van, kedves testvéreim. Az egyik, hogy van olyan kormányzat, van olyan politikai vezetés, aki megfogja őket és kihajítja az országából. Van még egy olyan lehetőség, amit mondjuk az arab államokban szoktak alkalmazni velük szemben. Hát ott általában ugye dökkutakban végzik, vagy az akasztófán mondjuk, mint Iránban. Mindenki tudja, úgy szaporodnak ezek a férgek, mint a patkányok. Az elkövetkezendő években meg fog többszöröződni ezeknek a sátánfagyzatoknak a száma. El kell zavarnunk a rajtunk élősködő, horgasúró érdeket kiszolgáló, magyar pusztító, országromboló, hazaáruló bűnbandát a Kárpát-medencéből. Az előbb láthattuk, hogy milyen gyűlöletet, utálatot váltott ki tisztességes magyar emberekből egy cigánynak a megjelenése, és ezt gondolom nem a véletlen, egyértelműen nem, mert ez a fajta úgy van kódolva genetikailag, hogy benne van a bűnözés. Azok a gondolatok, amik álságos módon a genetikailag kódolt hulladékokból megélhetési bűnözőket fabrikálnak, azok az egyenjogosító törekvések, amik valamilyen formában a társadalmi egészséges egyensúlyt próbálják megbontani, ezeket kell legelőször is kiirtani a közéletből. Az erőtlenség mindig erőszakot eredményez. Láthatjátok. Az erő tekintét, tiszteletet és rendet parancsol. Ezért mit fogunk kinyilvánítani a jövőbe ezekkel szemben? Csak is erőt! Kurva anyátokat, asztokok! Megöbletek! Rendesek!